fókusz, az én pofámra nem ezt rátok, még véletlenül sem. Ez nagyon ügyes vagy. Jó, és ez a kivágás, mert így látszik, hogy nagyon hasam. Szerintem szuper amúgy, de a fények azok pont jók. Nagyon jó. Szóval, hol is vagyunk, srácok? Mondja te neked, magasabb a hangod. A zónban, hyper zónban vagyunk. Akik sokszor jönnek, azok a zónázók, mint tudjuk. Ja, igen. Na. Budapest egyik legmenőbb szimulátorterme. Lesz. Van. Jó van, de hát most felfutatjuk még az a dolgunk. Na, szóval, ja, király igen. Ez a hely. Boys and girls, az a lényeg, hogy ugye látjátok, ott a unboxingban ez a kampány, hogy lehet támogatni a súlynyugosokat. És ott van egy csomag. Ez olyan velem. Lehet majd itt játszani, ez az a hely. Most pedig azért jöttem, hogy bemutassuk, hogy mit is lehet itt csinálni a srácokkal. Egyébként azért ilyen fura ez a kamerállás, mert egy bazi nagy állványom van, és két kézzel fogom, mert amúgy rohadt nehéz. Nem, igazából ez egy drón, és csak nagy zolsz, hogy te fogod. De nem a srácokkal lehet csinálni, veled lehet csinálni. Veled lehet csinálni. Ja igen, bocs, rosszul fogalmaztam, de ők kicsit lesznek majd, ha akarjátok, akkor szerintem. Hát segítünk Zsoltinak majd vezetni, és így csinálok rajta, hogy hát ha. Úgyhogy ott van minden, szépség. Toljuk, mint az állat. Jaj, meg itt van Barni is amúgy. Cső. Hello. Vagy Barna. Nem, hogy van mi? Már Barna. Oké. Zsolti, te VR-oztál már? Soha. Se, nem áll, de hogy nem. PlayStation, hát tuti. Persze, hogy. Nem zavar téged a kábel, ami itt a tarkodból nő kifelé? De. Na, ez egy olyan cucc, ami totál drót nélküli, ez a szemüveg, headset, fönt vannak kamerák, amik ezeket a bütyköket nézik, ezeket a markereket, és ahogy 3D-ben forog, az a 8 felső nagy infrared kamera azt figyeli, a fegyver, az meg ez, dettó, drót nélkül, nincs összekötve se ezzel, semmivel, ezzel tudsz lőni, itt van rajta egy pici kis érzékelő, ezt figyelik a kamerák, ezzel tudsz zombit hentelni, füles is drót nélküli, és a kép is, ami visszajön a fejedbe, az mind drót nélkül lesz, úgyhogy hányjának szerintem rendesen. Toli, fogunk egy ilyen bajnokságot, hogy kibír több zombit lehentelni. Ja, ugye? Igen. Bizony. Mondjuk ebben szerintem azért neked van előnyöd. De hogy van, béna vagyok, noob. Meg... Hát valakért, tehát egész nap játszol, ez a dolgod. Ja, játszom a... Szóval, és ez Barnának az egyébként az első izéje, VR élménye. Ja, igen. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy összeokádja magát és ott lehint. Figyelj, nem olyan fura lesz. Mondjuk ez jó VR, tehát nem az, amihez mit tudom én, úgy egy helyben vagy, és, igen, és ez ülsz, jobb, és sokkal jobb. Itt tudsz mozogni, így lehet, hogy nem leszel rosszul. Lehet. Nola. 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 Várj, és akkor Zsolt. Menő, mi? Várj, maradjok. No! Jó, megvagy. Tudod, mit kéne amúgy? Én arra gondoltam, hogy most ebben a körben én győztem, és amelyik itt most aki győzt közületek, azzal tolunk egy izét, egy döntőt. Király. Hú, ez király. Jó, oké. Oké, majd is leállítom. Elbuktam a csatát. Jön a nyertes amúgy. Ez elég gáz, mert nem. Megbeszéltük egyébként, meg milyen dolog már, hogy ide hívnak engem, ide hívnak vendégnek, és a ház urai, akik izé egész három nap itt izé gyakorolhatnak, meg ilyesmi, picit sem hagyják magukat, érted? De nem, hát most ellened játszottam, már a zombik ellen játszottam. Kooperatív. Hát ha nem ölöm meg őket, hát megesznek téged, szétkormolják a hátadat. És hogy megyek haza? Szégyen érzettel? Nagyon jó. Most nem, remélem, hogy a szimulátorban az autóverseny majd hagyjátok. Az megy neked. Most ezt mi? Hátszélben. Azt hitted. Még jó, hogy vannak ezek a tükrök, tudod? No! Ezt hívtam meg jobban. Easy boy, easy.
Hú, te! Rendesen elfáradt a kezed amúgy. Igen. Úgy visszatart. Fogni kell, nagyon kemény. Isten király. Ajaj. Zoltikám, tudom, hogy ezt hoztál, mert jövök hátulra. Látom, ha érzem, látom. De csak... Ó, ez mi? Ez nem a box utca! Benéztem, ez miattad van! Mert dumáltál! Eltereltél a figyelmem! Gyerekek, itt a hyperes srácok izé! Szendvicsbe vagy, nézd Zoltikám! Szendvicsbe toljuk! Húzat! Nem! Jó helyen vagytok ott mögöttem. Oh, te! Hey, hey! Hey, hey! Hő, te hő! Hő, te hő! Ó! Oh, oh. Köszi! Köszi bele a kanyarba! Így kell leszáll ki, köszi! Forgottél ott a tégnál, úristen! Magam a amatőr autó! Ezt láttad? Ezt remélem vetted! Mekkora volt! Ez az! Oda csapjuk egyesbe. Egyes nincs. Úúú, köszi! Így már jobban megy. Kirakta a seggét szépen. Na, azért másik lettem. Ez nem rossz. Felszállunk. Ez egy másik gép volt. Repülőgép szimulátor. Gyerekek. Itt a Hyperzone-ban. Airzone. Bizony. Uha! Ki van ezt találva? Kérem tisztelt! Remélem nincsenek utasok azon a gépen. Oké. Okay. Uha! Amúgy elég szédítő élmény, esküszöm. Nem mozog meg semmi, de... De ugye vagy jó ez a 270 fokos kis... Hú, nagyon, nagyon beteg. A három projektorra. Húzd fel, azt mondja. Húzd fel. Húzom! Húzd fel. Húzom! Húzzad! Húzom! Atya úristen, túlettük! Megburott vált az erdőt. Asztal! Ez a néni nem randit kért tőle gyerenleg. Ez nem a pités beégés lányka. Ez kivételesen nem randit. Hú, öreg! Amúgy ezt úgy érzem. Ha! Ugye, hogy én is mindjárt rosszul érzem magam. Veszlek távolról is így. Mondjuk épp, hogy látszol, de az élmény. Megnézzük a tömbházakat. Jó. Így mutatom, hogy ez a Zsolti itt benne, itt ez. És megnézed a... Megnézed, hogy itt a védelnek? Tessék vigyázni, mert jön a vadászgép! Gyerekek! És figyeled, hogy milyen nagyon menő katona is a kezdben van a gyerek? Ja, pont! Deletésen vagyunk, hozzáöltöztél. Elvesztettem! Sok lesz, Zsolti, sok lesz! Mi történt? Ez mi csodálkos? Ez keresztépen az engő motorsportnak a gyakorló szettje. Úgyhogy tessék megnézni, ott van. Igen, oda van rárakva. Nagy Norbi cuccanya. Úgyhogy ők ezzel szoktak, mert ez egy jóval keményebb, masszívabb cucc a kormány is. Úgynevezett direct drive-os. Fénybe legyünk, álljunk oda. Ez az. Úgynevezett direct drive-os, tehát gyakorlatilag az, amit ott látsz, az egy szervó motor, és annak a tengelyén van. Ilyet már próbáltam egyszer, mikor először szakítja a kezedet. Dolt kogokát pályán. Az is nagyon durva volt. Fékpedál is, meg hát nyilván a pedálok is egy ilyen iparibb valami, jóval keményebben kell taposnod. Az egész monstrum úgy van megépítve, hogy durva legyen. Annyi, hogy nem mozog, de jó lesz ez így is. De fog jönni, képzeld el, nem sokára, két héten belül jön a mozgó, meg ott lesz még egy mozgó, az meg egy ilyen VR mozgó. Lehet vele mozizni, hullámvasút, autóverseny, amit éppen akarsz. Boy. Egyébként ennek vannak kerekei, ott ha az gondolod, szőnyeg. Fel fogom a fékeket engedni, beleülsz és tologatunk, jó? Köszi. Itt a körúton nézek. Akarom, én pont mondani akartam, kérem. Jó, zsír. Úgyhogy most ezt próbálom ki. Húha! Azt a mindenit! Húha be! Az utat nézzem! Az a baj, hogy én zsíros vagyok, és nem látszik, hogy feszülök, mint az állat a karomon. Bevettem, Gram! Egy kanyar sikerült! Yeah! Micsoda! Rendesen fáradok! Azt a... Valami hasonló lehet amúgy a... Hát ez már szerintem egy kicsit a túlzás. A élményben ez túlzás? Ez már egy picit talán túlzás. Érzem. Hülye, olyan izomlázom lesz holnap, hogy behugyozok. Nem bírom majd elővenni a pöcsövet, mikor...
Mikor mi? Na, mondjad, mikor mi? Semmi gond, ikletet kapok. Igen. Láttad, Grom? Büszke vagy? Nagyon jó vagy. Az az bedobja, és a célegyenes kinyújtásról sikerül neki. Ez az! Kicsit csodródik, de nagyon jól megfogja. Szimulálom a géket. Oh boy! Az igen, öreg. Láttad, Grom? Az az! Kurva anyját! Kijebb mentem, bocsánat, ez a tartalom családbarát. Hát meg szuszogok, mint a buszajtó, öreg. Azaz. Ott a negyedik. Fék. Három. Napon. Ez az. Csőgáz. Fék. Kettő. Drifting boys. Azaz. És Zsoltinak egyre jobban megy. De jó, amúgy. Élem. Ohohoho. Bocs. Szépen jól láttam. Csak az utat, csak az utat. Nem ugrunk, nem ugrunk! Nagyon szép. Láttad, Grom? Nagyon szép. Hú! Veszem, de hát mi? PS1. PS1? Oh boy. Tekken. Hát én nem láttam szerintem, vagy... Vagy 10 éve. Azt a picsa! Tekkenezni fogunk Ákossal egyébként. Ez a felső szint, itt tudtok ilyen retro konzolokkal csapatni. Úgyhogy nagyon-nagyon király lesz. Ezek is tudunk majd játszani, hogyha valaki benevez erre a találkozóra velem. Itt a link a leírásban. Tessék megnézni, ne felejtjétek, ha nem arra neveztek be, akkor is támogatjátok a Surinyugit. Minden hozzájárul lesz számít. Azaz, nézzük a hajat. Ready. Fight. Hoppá. Jaj. Ha? Mi a franc? Na, mivel kell... Ó, ne ragudjál, Zsolti, ne ragudjál. Mivel kell védekezni? Várj, most izé, be fogod kapni. A kis kapujjára táncok. De szép volt. Hogy lerúgta amúgy, látta? Ne haragudjatok, Zsolti, ne haragudjatok. Hallod, hát én mikor... Tekken ezt a utoljára. Ne haragudjatok, egész... Olyan van egy jól oda. Egész biztos, hogy régebben... Várjálok, meghátrálok inkább. Hogy kell lélekezni? Jézusom, nem tudom, bejátszottam ezzel utoljára. Azaz, alulról támadunk. Tactics. Uff! Ez a pón egy köcsög! Hallod? Azaz, a kérgyen rúgás, látod? Kérgyen. Kérgyen rúgás. Lesz-e neked? Kérg. Na ez az igazi köcsög manőver, látod? Ezt meg kell gyerni. Gyere, a rongorosszín cipellő. Az agy egy felső. A leütés majdnem sikerült. Látod, hogy táncolok? Nagyon. Amit én is tudok, leütések. Lejárt az idő is. Nézzek, de egy fél pixel. Jó van, háromból. Háromból. Így. Én most. De már kettőt megnyert, nem akarok beleszólni. Én meg king leszek a párhuczfejű. Nem úgy kettőt, nem, így menetet. Készítnénk. Az operatőr pussol. És fogja a kamerát, és kész. Nem áll! Túl gyors ez a póla. Oké, köszönöm szépen. Rendben van. Akkor... Nem tudom. Komoly, elszánt arccal. Uha! Jajaj! Felnőtt emberek tekkeneznek, érted? Hát hallod, de én nem már tekkeneznek, fekvő embert rúgdosnak. Igen. Én már az a baj, hogy izé... De vagy rozdásodban, vagy mi az Isten? Megy fel a pumpa. Ennyi volt, Paul Vince. Minden az időzítésen múlik. Hagyjuk őket itt a francba, itt vannak másik játékok, nézzünk őt meg. Gyarok van itt ilyen. No! Nintendo. Videoton. Ez itt pedig azért van, hogy a vesztesnek tudod. Ja, ha beleférne az a hülye nagy fejem. Így van, de hát még ez sem. Forogva a fiút. Úgyhogy király a helyén, gratulálok hozzá.
Köszönöm. Nagyon ügyekeztünk. Teljes szívemből. Jövök majd, mert jövünk a srácokkal, akik beneveznek a velem való kis találkozás, a szimulátorozás. Láttátok, hogy tudunk lanozni egymás ellen, meg akár egyébként a srácokkal is. Ez mikor lesz? Nyomjuk. Ez mikor lesz? Ez január végén. Január végéig tart a kampány, az a sulinyunk is kampány, a jófejség.hu-n. Itt a link a leírásban, meg tudjátok nézni. Ha kedvet kaptatok, akkor gyertek el, meg hogyha nem, akkor egyébként is, mert a srácok itt vannak. Mi ehhez szombattól vasárnapig. Ez hogy lehet, nem kapják? Az enyémhez, a kampányos cucchoz. De hát az is, az már jótékonyság van. Tehát egyébként itt vannak a srácok. Ugye hétfőtől péntekig, nem? Hétfőtől vasárnapig el lehet gyepálni. Lehet jönni, tolni. Akkor lehet minket elgyepálni. Jó, József Város, József Körút. József Körút 13, Budapest. Fucking Hyper Zone Simulator bár, gyerekek. Királyok. Én nagyon csípem. Béke. Bye.